Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható a szerelmi élet területén? Ezt most megtekintjük ennél a három kérdőjeles jóslásnál. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt megtekintjük most ennél a kirakásnál. Ez a királynő foglalkoztatja őt a gondolataiban. De ki ez a királynő? Először is az látható, hogy ez a hölgy uralkodik a víz eleme felett, és az utal érzelmekre. Tehát itt van egy ilyen érzelmi kapcsolat. Lehet, hogy valaki felveszi ezt a királynői tartást, megpróbálhatni az érzelmeire, és uralkodik felette, parancsolgat neki. A másik, amit ez a kép jelent, hogy te vagy ez a királynő, és te is hatsz az érzelmeire. A belső hangom azt sugja nekem, hogy itt mindkettőről szó van. Van köztetek ez a vonzalom mély érzelmekkel, de mégis van valaki a háttérben, aki uralkodni akar, felette parancsolgat neki. Az lehet egy főnöknő, az lehet az anyukája is, vagy egy volt kapcsolat. És most megtekintjük azt, hogy viszonyul hozzád, ami az érzelmeket illeti, mert mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ő úgy érzi, hogy fontos lenne itt ez a mozgás. A kezébe veszi a dolgokat, aktív lesz, irányítja az eseményeket. De itt van két út, két lehetőség. A fehér ló rátok vonatkozik, és így előre mennek az események, akkor az azt jelenti, te vagy ez a királynő, és ő érzelmekkel közeledik hozzád. A fekete ló utal a korlátozásokra, és a múltra is, mert ez a ló úgy visszatekint a múltba, és emiatt lelassulnak az események. És ez utalhat erre a másik királynőre, aki megpróbál parancsolgatni neki. És ezt a kapcsolatot, vagy ezt a helyzetet ő szeretné lezárni. A harmadik kérdés az lenne, hogy mit közöl veled. Én azt szeretném közölni, hogy kérhettek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, az információk megtalálhatóak ott lent az infoboxban. És most megtekintjük a harmadik kártyát. Ő lezárja a múltat, ő lezárja ezt a kapcsolatot, vagy ezt a helyzetet, ami mindeddig zavarta őt, és hozzád közeledik. Erre utal ez a harmadik kártya, a kettes szám az te vagy és ő. Itt nincs egy harmadik személy, mert pontosan az, amitől ő eltávolodik, vagy már eltávolodott. Ő elvárja azt, hogy te is kimutasd az érzelmeidet, de tőle is jön valami, itt megvan ez a harmónia, ez a szerelem köztetek. A következő kártya utal a fő témára, vagy egy megoldásra, nos, ezt is megtekintjük. Ez a hölgy a képen téged szimbolizál, és te állsz a középpontban, és ennek több jelentése van. Először is azt mutatja, légy magabiztos. Légy biztos a dolgaidban, higgy ebben a párkapcsolatban. A másik jelentése az, hogy minden úgy lesz, ahogy te
akarod. A harmadik jelentése pedig, hogy ez a férfi csodál téged, mert az ő érzelmeiben, gondolataiban most megjelensz. Lehet, hogy az álmaiban is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!